Tisztelt honfitársaim, barátaim, tőzsdések! Ma azért gyűltünk össze, hogy ismertessem a bennfentes 2018-as kormánypolitikáját. Leginkább azért, hogy a 2018-ban hatalomra kerülő kormánypártok figyelembe vegyék törekvéseinket. Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindenkinek, aki minket támogat. Engedjék meg, hogy ismertessem a bennfentes programját, amely programnak a címe csak a tőzsde helyett. A mi pénzügyi rendszerünk, avagy időskorunk jólétének alapja az öngondoskodás. Egy, legyen a pénzügyi közvetítő rendszer ismerte mindenkié. Kettes pont. Foglalkozzunk pénzügyi ismereteinkkel naponta minimum 20 percet. Hármas pont. Azonosuljunk az öngondoskodás fogalomrendszerével, még akkor is, ha jelenleg nem tudunk megtakarítani. Négyes pont. Tanuljunk, képezzük magunkat, pénzügyi ismereteinket. Ötös pont. Válaszunk alapvetően magyar székhelyen rendelkező pénzügyi szolgáltatót megtakarításaink kezeléséhez. Végül hatos pont. Kérdéseinkkel, elképzeléseinkkel bátran forduljunk a pénzügyi rendszer intézményeihez, elsősorban szolgáltatónkhoz. A program második része a gazdaság programja az alábbi pontokban. Felhívjuk a mindenkori kormányt arra, hogy a pénzügyi rendszer támogassa a magyarországi megtakarítások növekedését állami intézkedésekkel, például a nyugdíjjárulékunk bizonyos részét magunk kezelhessük határozott szabályrendszer mentén. Kérjük a kormányt, hogy az állami tulajdon profitorientált része, például tőzsdei részvények tulajdona, szavazatként az állam tulajdonában, szedett hasznát tekintve viszont a lakosság kezébe kerüljön. Hármas pont. A mindenkori kormány segítse, támogassa a transzparens, tőkét igénylő társaságok tőzsdei bevezetését. És utoljára négyes pontként, a mindenkori kormány kezdjen rendszeres a tőke és pénzpiacokat taglaló megbeszéléseket, a piac fejlesztése, a magyar megtakarítások ösztönzése, növekedése, támogatása tárgyában a pénzügyi rendszer képviselőivel, ne csak a bankokkal, a bankszövetséggel. Véleményünk, hogy ez az a 10 pont, ami segítségével növekedhet nemzetünk életszínvonala a megfelelő gazdaságpolitikai intézkedések talaján. És hogy mindezt miért mondtam el, meghallgatja-e valaki, nem tudom, de ez egy nagyon bennfentes információ.